Horgász Turmix. Amikor a vízparti fák zöldje itt-ott sárgába hajlik át, akkor már az ősz veszi kezdetét. Bizonytalanná válik az idő, süt még esetenként a nap, de inkább az eső jellemző erre az időszakra. Bármennyire hullik is az égi áldás, a horgászok általában kitartanak. A tasi ötös vízen vagyunk, amit így az ősz kezdetén is nagyon sokan keresnek fel a keszegek megaprítása céljából. Akármerre nézünk, általában meccsbottal horgásznak itt a sporik, mert a meccsbotok hasznos tulajdonságai e vízen kiválóan érvényesülnek. A meccsbotok különleges botok. A vékony spicca kis súlya, komoly hosszúság első ránézésre nem árulja el, hogy egy igen erős gerinces bot féléről van szó. Előnyös tulajdonságait a gyártásához használt kiváló anyagoktól kapja, leginkább a karbonszálakból kialakított rétegek tökéletes kimunkálása a meghatározó. Célszerű könnyű, könnyű futású, több csapágyas orsót használni hozzá. Gyűrűik rendkívül kemény szilícium karbid, azaz szig gyűrűk, melyeknek talpa hosszabb az átlagosnál. Ezáltal elállnak a bottól, és a zsinór még nedves időben sem tud a bothoz tapadni. Hosszuk általában 3,9 és 4,5 méter között található, A-akciósak 5 és 25 g közé eső dobósúllyal. Keszegre etetni tulajdonképpen minden vízen szükséges, csak nem mindegy, hogy hogyan. Különösen a folyóvízen jelent ez problémát, ahol a tovarohanó víz pillanatok alatt viheti el horgászhelyünkről a beszórt eleséget. Már maga ez a tény igen fontossá teszi azt, hogy mivel és hogyan etessünk. Ha netán a víz között lebegne csupán az etető anyagunk, akkor azt azonnal elsodorná a víz, és vele együtt a mindig éhes keszegeket is. Olyan keveréket kell tehát készítenünk, amely ott is marad, ahová dobtuk, ahol mi akarjuk, hogy maradjon, ami nem is ázik szét gyorsan, és természetesen kell is a halaknak, vagyis kell, hogy a halak szeressék a belekevert ízanyagokat. Titkos receptek léteznek, és rafinált trükkök, amiket a még oly jószívű horgászok se nagyon árulnak el, ha már egyszer rájöttek valami különlegesen sikeres dologra. Célszerű megtanulnunk egyformán és pontosan dobni, hogy az etetőanyag ne szóródjon szét nagy területre. Ugyanis ha a halak az általunk beszórt étket kedvelik és odajönnek, akkor az a legcélszerűbb, ha minél kisebb területet használunk, és arra dobjuk felcsalizott horgunkat, hogy a halak minél hamarabb megtalálhassák azt. Szeles, esős változó időjárás őszelején is előfordulhat, hiszen itt a vízen is az előbb még esett, most meg süt a nap. Az ilyen változó idő a halak kapókedvét is befolyásolhatja, illetve befolyásolja. A hirtelen légnyomás változások, a szél vagy a sötét felhőből hirtelen előbukkanó nap vakító fénye mind-mind zavarhatja a halakat a nyugodt étkezésben. Thank you.
A szúnyog lárva az egyik legkiválóbb csali, amit minden hal szeret, de különösen a keszegek lelkesednek érte. Rendkívül nagy gonddal rakható csak fel a horogra, az igaz, de a hatása oly sikeres szokott lenni, hogy a vele való vacakolás, időtöltés kifizetődik a kapások sűrűsége következtében. Nagyon jó hatásfokkal működik az apró pirosra festett csonti is. Talán a piros szín is szerepet játszik, de inkább amiatt közkedvelt a halak körében, hogy rendkívül fehérjedús, fontos anyagokhoz jutnak a halak általa. Okos, tudatos, jó etetéssel el lehet érni, hogy a halak az általunk felkínált csalikat szeressék. Természetesen nagy szerep hárul a finom horgászeszközökre is, hiszen lehet bármely sok hal a közelünkben, ha a szerelésünk, az eszközeink nem érzékenyek, nem alkalmasak a keszek horgászatra, akkor felejtsük el az egészet és a piacra menjünk halért. Aki érti, érzi ezt a módszert, az meg is fogja naponta a kifogható mennyiséget itt a tasi vizeken, akár süt a nap, akár esik az eső. Amikor a nap már közelít a horizonthoz, amikor hosszúra nyúlnak az árnyékok, és az árnyékokban elszürkülnek a részletek, akkor másfajta horgászat ideje kezdődik a vizeken. A süllőzők, a mártogatók, a tapogatók, a cincálók kezdik meg működésüket. Rendszerint ismert akadók, kövezések vagy bedőlt fák fölé eresztik csónakjukat, hogy a mélyben megbúvó süllőket a legkönnyebben érhessék el horgaikkal. Szerelésük egyszerűnek mondható. Ha a viszonylag nagy süllőhorog a főzsinóron, aztán mintegy 40 cm-re egy ütköző. Felette meg egy csúszó ütköző, amelynek vékonyabb zsinórján cseppólom a súly. A bot 15-30 g körüli B-akciós 385 cm-es teleszkópbot, rajta egy könnyen futó több csapágyas orsó. A csali folyamatos emelgetésével, mozgatásával próbálja a horgász a süllőt kapásra ingerelni. Ez esetenként rövid idő alatt is bekövetkezhet, de általában nem jellemző, hogy a süllők gyors egymás utánban jönnének horogra. Ilyenkor különösen nagy segítség a süllőre való távcsali, melynek anyaga olyan összetételű, hogy illatával fokozottan kelt kapási ingert a süllőben. A csaliként felkínált halszelet sokáig megtartja ezt az illatot, mely a vízben gyorsan terjed és viszonylag nagy távolságról is hatni képes. A nagyon finom húzásra egy nagyon finom, óvatos mozdulat nem is igazi bevágás volt a válasz, de a tűhegyes horognak köszönhetően a hal megakadt. Azt látni, hogy nem valami nagy jószág, de minden esetre a távcsalival sikerült túljárni az eszén, sikerült szerencsétlennek az óvatosságát megzavarni. Különösebb fárasztása nincs szükség, és a merítőt sem kell miatta bevizezni, lehet vagy 25 cent is. Minden esetre azért szerencséje is van ennek a süllőnek, hogy méret alatti, mert visszabocsájtás nyer éltető elemébe a vízbe.
Az előzőekben önök már láthatták ezt a képet, csak akkor a vízszint 2,5 méterrel alacsonyabb volt, mint most, és nagyon jól lehetett látni, hogy a partot egy igen komoly kövezés védi. A kövezés a tassi vízre általában jellemző, jószerével mindenütt hatalmas kövekkel van biztosítva a meder, illetve a part azért, hogy a zsilip alatti vízmozgásoknak és a Nagy Dunával való összefolyás örvényeinek megfelelően ellenálljon. Az ilyen nagy vízben természetesen ott vannak a halak, de hogy éppen hogyan viselkednek a nagy vízbőség miatt, azt a horgász olykor csak nehezen találja ki. Nem könnyű a halak fejével gondolkodni, és megesik, hogy a különleges helyzet különleges eredményt hoz. Előfordul, hogy az ilyen nagy vízben egyáltalán nem megy a hal, és a horgász üres kézzel kell, hogy hazatérjen. Ilyenkor nagyon megváltoznak a viszonyok, mondhatnánk, eloszlik a hal, elbújik, máshol keresgél, ha a megváltozott vízmozgások miatt megváltozik a halak tartózkodási helye, nem ott vannak, ahol normál víznél lenni szoktak, és általában nem is úgy viselkednek. A körcsatorna folyamatosan szállítja a friss vizet a felső szakaszról, csak most sokkal bővebben, mint általában, ugyanis a zsilip éppen javítás alatt van, az összes vízmozgás, tehát a csatornán befolyó víz jelenti. Így tulajdonképpen egy nagy tó képződött a tassi zsilip alatt, amelynek csak az alsó részén mozog a víz. Mivel a víz hőfoka nagyon leesett az áradás és az egyébként is hűvös időjárás miatt, ilyenkor érdemes egy lassan már megszokott módszerrel próbálkozni a kövek mögé elbúvó süllők horgászatához. A gumihalazásról van szó. Az úgynevezett gumihalakat és a twistereket általában nem összeszerelve árulják, azért, hogy a különböző ólomfejekből és a különböző sokféle színben készített gumihalakból a horgászok maguk állíthassák össze a nekik éppen megfelelő formát. A szilikon gumiból készült haltestek gazdag szín és forma variációja igen széles lehetőségeket kínál. Az általuk a vízben mutatott mozgás egészen elképesztő formákat mutat. A lágy formák áramlási játéka, a színek vibrálása, a halaknak és más vízben élő vagy oda bekerülő élőlényeknek a mozgásának a hihetetlenül tökéletes utánzása megdöbbentő. A halak, a giliszták, a piócák vagy a békák mozgása oly hibátlanul van itt leutánozva, hogy az fantasztikus. A szilikongumi anyaga és a nagy gyakorlattal megformált haltestek együttesen a halak mozgásának tökéletes illúzióját keltik. Nem véletlen, hogy nagyon sokan rákaptak erre a módszerre, hiszen eredményességének híre már bejárta az országot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lehűlő vagy már teljesen lehűlt vízben minden másnál eredményesebb, például a süllőhorgászatban. Általában a botot emelgetve az orsót hol egy kicsit lassabban, hol meg gyorsabban tekerve tudunk elérni olyan helyzetet, hogy a gumihal az ide-oda mozgó valódi hal képét mutatja. Folyamatos tekerésnél természetesen a tempósan, folyamatosan úszó kishalnak felelnek. A kapás általában határozott és félreérthetetlen, még akkor is, ha a hideg vízben lassabbak a süllők, vagy nem éppen kapitális példányok adta horogra. A különösebben nagy gondot nem okozó hal kimerítése után látható az a figyelemre méltó jelenség, hogy milyen mélyen helyezkedik el a horog a nem különösebben termetes sülő szájában. Hogy miért nem jön tovább a süllő, hogy miért állt meg a kapás, az általában rejtély szokott maradni. Ilyen esetben érdemes helyet változtatni, különösen olyan helyen, mint tas, ahol minden vízszakasz joggal kínál újabb lehetőségeket. A fák előtt lévő kemény sóderes fenék a belészórt kövekkel szintén süllőtartó terület lehet.
A horgász élete csupa próbálkozás. Az is lehet olykor a gond, hogy valamilyen ok miatt a gumihal színe nem felel meg a továbbiakban. Érdemes tehát más színűvel próbálkozni, hát ha arra szívesebben mozdulnak rá egy pillanatban a süllők. Hogy a számtalan színvariációból melyiket tegyük fel éppen, arra még nem találták meg a szabályt, ha csak azt nem, hogy napfényben inkább a sötétebbek, kevés fénynél borúban meg a világosabbak feltétele szokásos. De ez csak szokás, ez nem biztos, hogy így helyes. A kapás elmaradásának az is lehet az oka, hogy csali halunk nem vált ki megfelelő erejű ingert a süllőben. Ennek a gumihal nem megfelelő mozgatása is oka lehet, de oka lehet maga a hideg vízben lelassuló, az ingereket gyengébben felfogó rabló is, aminek talán úgy járhatunk túl az eszén, hogy fokozzuk a gumihalunk ingerkeltő hatását. Kiváló olyan aromák léteznek ma már, amelyekkel a gumihalat befecskendezve, annak olyan illatot, vagy mondhatnám inkább, hogy szagot kölcsönzünk, amely bizonyos olyan halakra jellemző, amiket a süllő szívesen fogyaszt. Feltétlenül említésre érdemes, hogy a Zsilip és a Nagy Duna közötti szakasz általában tiszta vízű még áradáskor is, ugyanis ebbe a részbe csak ritkán hatol be a nagyvízi zavaros ár. Ezt a szakaszt a tiszta vízű soroksári Duna ágvize táplálja, most, mint elmondottuk, éppen a Körcsatornán keresztül. A kisebb süllők fárasztása általában nem okoz fáradtságot, különösen ilyen hideg vízben nem. Elfáradhatunk viszont az egész napos pergető horgászatban, hiszen az eléggé igényben veszi a horgász fizikumát. Feltétlenül könnyű botot és jól futó, több golyós csapágyas könnyű orsót használjunk, ha hosszabb ideig szándékozunk gumihalazni. Ez a süllő szintén nem kapitális példány, de itt is megfigyelhető, hogy a gumihalat milyen mélyen nyelte. Ha arra gondolunk, hogy egy 5 kilós süllőnek mekkora szája van, akkor esetenként a 15 cm hosszú gumihal feltétele teljesen indokoltnak mondható. Kifogott halainkat szeressük annyira, hogy amennyire lehet bánjunk velük kíméletesen. Már az is emberi megközelítésnek mondható, ha szájfeszítőként olyan fajtát használunk, amelyik nem hegyes és nem vág bele feleslegesen a süllő szájpadlásába, illetve nyelvébe. Újabb horgászhelyünkön esetleg másfajta illatú aromákkal is próbálkozhatunk. A kisebb és nagyobb kiszerelési változatok közül mindig a horgásznak kell megtalálnia, hogy melyik lesz fogós, hogy melyikre jön a kapás. A szilikon gumiból készült műhalak az aromákat jó ideig megtartják magukban, a víz nem tudja könnyen lemosni róluk az illatot. A gumihalak tárolásánál azonban vigyázzunk, lehetőleg azonos színvariációkat tartsunk együtt, mert képesek átszíneződni egymásba. Sőt, arra is vigyázzunk, hogy a szilikon gumik anyaga képes bizonyos műanyagokat feloldani, eldeformálni. Ezért célszerű nejlon zacskóba tenni őket és úgy tárolni. Nem túl nagy halak sikeredtek a mai horgászatban, de az igaz, hogy mindegyik megütötte a méretet. Itt kell megjegyezzük, hogy a tasi 5-ös és 6-os vízen egyébként nincs a süllőre mérethatár, hanem az első 3 darab süllőt foghatja ki és viheti el a horgász. Aki ma gumihalakat használt, az meg is fogta a napi mennyiséget, és bár nem döntött vele mázsás súlyrekordokat, azért vidáman mehet haza, nem kell üres tarisznyával a kertek alatt szégyenkezve hazalopakodnia, nem kell félnie az asszony haragjától.
Ma már egyre többen pergetéssel, illetve műcsalikkal fogják a ragadozókat. Az Energofish Kft. Nagykereskedése jól rákészült erre a helyzetre, és számtalan műcsalival, köztük a legújabb típusú rapalákkal áll a horgászok rendelkezésére. Az újabb formák újabb színekkel és újabb mintákkal vannak megfestve, ami különösen reménykeltő abból a szempontból, hogy a rafinált süllők és csukák ezeket még nem tapasztalták ki, és nem csak a megszokott formákkal és színekkel fognak majd szembe találkozni. A rapalákat hosszú húrokra kell kötni, akkor mozognak a legcélszerűbben. Nézzük meg, hogy ez hogyan történik. Először is kötünk a zsinóron egy húrkot, és azt lazán hagyjuk. Felhúzzuk a zsinóra a rapalát. Majd a zsinort visszabújtatjuk az általunk készített hurokba. Ezután a rövid véget a főzsinóron egyszer körbevetve kötünk még egy hurkot, így a zsinóron két hurok van egymástól távol. A két hurkot most óvatosan összehúzzuk, és csak most az összehúzás után szorítjuk meg őket a zsinór megfelelő meghúzásával. A hurok hosszát kis gyakorlattal magunk határozhatjuk meg, amelyen most már a rapala szabadon, a célnak megfelelően optimálisan képes mozogni. Tompák laposak lettek a fények, a természet felvette barna ruhájának ezer változatát. Nyírkos hidegül a tájakon, de különösen a vizeken, a csónakokban és a partokon. Emberpróbáló napok jönnek ránk, a szelek, az esők, a sár, a hóesés barátságtalan napjai következnek. Kétszer is meg kell gondolni, hogy hová lépjen az ember, mert egy óvatlan mozdulat utáni hideg fürdő senkinek sem hiányzik. Már a kishalazás próbára teszi az embert, hiszen a vizes zsinór, a jéghideg rúd merevvé dermeszti a kezeket. A horgászok azonban elszánt emberek, és legtöbben tudatosan választják horgászatra ezt az időszakot, mivel az őszi rablóharak horgászatának szerelmesei. Van még néhány pontyozó és keszegező is a partokon, de a legtöbben süllőznek, illetve csukáznak. A Tiszató vízén járunk, ahol az alacsony téli vízszintre való beállás nagyon fontos tényező a horgászatban. A nádasokon jól látható, hogy milyen sok hiányzik most a vízből, aminek következtében a vízben lévő halak kénytelenek egy sokkal kisebb területre összehúzódni. A csukák látványos galázdálkodása kezdődik most. A drótelőke, a villantók és a csukázó úszók kapnak mostanában kiemelt szerepet. Az úszó szerelések általában a klasszikus formát idézik. Alul egy nagyobb ólom, amely a fenékre ülve rögzíti majd a szerelékünk helyét. A horog drótelőkén keresztül csatlakozik a háromágú forgó.